A következő kísérletek megváltoztatják az emberi érzékelést. Az alanyok mind önakaratukból vettek részt. A nevem Keith Barry, gondolatolvasó, hazugságérzékelő mentalista vagyok. Minden izmod ellazul. Ez nem igaz. Az agyunk feltörhető, mint egy számítógép. Próbálj kizárni a fejedből. Hogy csinálja? Durva. A gondolatok irányíthatók és kitörölhetők. Kikapcsolta az agyamat. A lélegzés, a pulzus, a szem mind árulkodnak rólunk. Honnan tudta a PIN kódomat? Az ember kiismerhető és manipulálható. Ez lehetetlen. Olvasom a jeleket és bejutok mások fejébe. Hogy csináltad? Mi ez, tudomány vagy megtévesztés? Keith Barry trükkjei. A tudat alatti. Az emberi kommunikáció 60-70%-ban nonverbális. Ha izgulunk, vagy idegesek vagyunk, érzelmeink, fizikai jelei még jobban láthatóvá válnak. A Hollywood bulváron vagyok. Mindjárt bemutatok egy kísérletet a stressz szinttel, egy bankkártyával és a PIN kódjával. Tudná segíteni valamiben? Nem, csak pár másodpercről lenne szó. 2 perc. Megállíthatlak egy pillanatra? Meg. Van 2 perced? Megállíthatlak egy pillanatra? Igen. Biztos? Igen. Nagyszerű. Szeretnék mutatni valamit a bankautomatánál. Nálad van a bankkártyád? Igen. Szuper, elővennéd egy kicsit? Kösz. Én hozzá sem nyúlok. Hányan tudják a PIN kódodat? Csak én. Csak te? Igen. Nem mondtad el senkinek? Nem rémlik, hogy elmondtam volna. Mikor használtál utoljára automatát? Tegnap. Sehonnan sem tudhatom a kódodat, ugye? Nem. Szeretnék elvégezni egy kísérletet a stressz szinttel. Ha meg tudnám mondani a PIN kódodat, az felbosszantana? Igen. Dugd a kártyádat a gépbe. Megfogom egy pillanatra a csuklódat, jó? Angol menü. Képzeld el, hogy begépeled a kódodat. Koncentrálj az első számjegyre. Nem tudod hogyan, de épp most árultad el, hogy az első szám az 1-es. Az. Most koncentrálj a másodikra. Nem tudod hogyan, de pont most árulod el. Kilenc? Az. Jöhet a harmadik. Próbáld nem elárulni. Ez is 9-es. Mi a túró? Nem vagyok benne biztos, de 5-ös vagy 6-os. 6-os, ez az. Bent vagyok. Beléptem a számládra. Mi a... Gondolj az összegre, amit ki akarsz venni. Majd én leveszem az összeget. Majd én leveszem. Levehetem? Nem, azt nem szeretném. Tényleg nem akarod? Nem, ennyi elég volt. De hogy a francba csináltad? Honnan tudod a PIN kódomat? Láttam. Ne szórakozz, honnan tudod? Honnan tudod? Te árultad el. Csak nem tudod, hogyan. Én egy büdös szót nem mondtam. De igen. Komolyan, honnan tudod? Elmondtad szavak nélkül. Ki a rossz sebez? Várj! Ki ez a pacák? Beszéljük meg! Tudni akarom, honnan tudta a kódomat. A képzelet közvetlen befolyással bír a testre. A kérdés feltételétől és a jelektől függően következtetéseket vonhatunk le a háttérben lévő gondolatokról. Mondd el, mi történt. Sétáltam az utcán. Megállíthatlak? Persze. Kipróbálnék valamit a bankkártyáddal. És az a tag azt mondta, hogy tudja a PIN kódomat. Dugd be a gépbe. Most? Igen, most. Dugd be csak nyugodtan. Koncentrálj a PIN kódod első számjegyére. Megmondtad neki a kódot? Dehogy, azt mondta, gondoljak rá. Próbálj kizárni a fejedből. Hogyan csinálja? 4-es. Kezdesz izgulni? Igen. Ez nagyon nem pálya. Kitalálta a kódomat, mind a 4 számot. 6. Bent vagyok a számládon.
Milyen érzés? Ijesztő. Furcsa, mi? Kicsit. Vissza is megyek, és megváltoztatom a PIN-kódomat. Az összes alany lecserélte a PIN-kódját. A bank